Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A feljutást és a bajnoki címet ünnepelte a Gyirmót legyőzése után a Spali. A hatodik helyen zárták a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a kékcápák. Hat gólos vereséget szenvedett a Salgótarjántól a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 21 klub amatőr licenszét fogadta el az MLS vármegyei igazgatósága. A bajnoki címet és a feljutást ünnepelhette a Gyirmót 3-1-es legyőzése után a Nyíregyháza Spartakusz. A Spari három fordulóval a zárás előtt biztosította helyét az NB1 mezőnyében. Nyilván éreztük azt, hogy a játékosokon van egyfajta ilyen szempontból eredménykényszer, tudtuk, hogy mit nyerhetünk vele, de szerintem a mentalitásunk azt mutatja, hogy ugye hátrányból is sikerült fölállnunk és megfordítani a mérkőzést, úgyhogy végig nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, bedaráltuk, felőröltük őket, mentünk a győzelemért, és azt mondom, hogy a játékban is abból a szempontból nem volt rossz, hogy rengeteg helyzetet ki tudtunk dolgozni, kontrolláltuk a mérkőzést, domináltunk a mérkőzés alatt, sajnos a helyzeteknek a minőségén, vagy a kihasználásán látszott, hogy egy kicsi druk van a játékosokban, vagy ugye a nagyatét, meg azt, hogy egy kicsit ilyen nyomás alatt most, hogy talán többet foglalkoztak a bíróval, mint szoktak, ez nem szokott jellemző lenni ránk, de próbáltuk nyugtatni a srácokat, és mondtuk nekik, hogy higgyenek benne, hogy végig meg fogják tudni fordítani a mérkőzést, hogyha ugyanígy mennek tovább. Három forduló még hátra van a bajnokságból, de mivel már feljutott egy bajnok a csapat, egy pici mérleget lehet vonni, minek köszönhető az, hogy ki lehet mondani, a mezőny fölé nőtt ebben a szezonban a Nyíregyháza. Azt gondolom, hogy sikerült ugye nagyon jó erőbe hozni, egy jó felfogású focit játszottunk, ami szerintem nem ízlett az ellenfeleknek, szervezettek voltunk, és ami a legfontosabb, hogy nagyon kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtotta az egész keret igazából. Nem hiszem, direkt nem egy csapatot mondtam, hanem az egész keret, mert voltak azért sérülés hullámok, amiket igazából nem is kommunikáltunk annyira a közvélemény felé, csak így nyilván lehetett látni, hogy nem mindig játszanak játékosok, de ennek ellenére tényleg mindenki nagyon beleállt, és kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani, míg a riválisainknál több, kisebb, nagyobb hullámvölgy bekövetkezett, azért azt gondolom, hogy nálunk, ha volt is, ősszel is, tavasszal is egy-egy minimális, vagy egy icipici megtorpanás, összességében egy nagyon kiegyensúlyozott és határozott teljesítményt tudott nyújtani ez a csapat. Három mérkőzés még hátra van, gondolom a Spari számára sem mindegy, hogy milyen eredménnyel, de az ellenfelek számára végképp nem. Milyen motivációval tudott pályára küldeni ilyenkor a játékosokat? Nyilván azt szeretnénk, hogy bajnokhoz méltóan fejezzük be a szezont, és tényleg próbáljuk meg ugye ezt a pont előtt még akár növelni is, és hogy próbáljunk meg ugye akár rekordokat döntögetni, ezekkel próbálom a srácokat motivációba tartani. Meg hát nyilván itt mindenki kialakít magáról egy képet, eddig is kialakítottunk magunkról egy képet, egy pozitívat szerencsére, hogy lehet látni, milyen csupaszív játékot, győzelemre törekvő játékot játszik ez a csapat. Azt fogok kérni a játékosoktól, hogy ezzel semmiféleképpen roncsanak, mert az nem néz ki jó, hogyha itt a végére nagyon leereszt egy társaság. Balmazújvárosban már volt egy ünneplés, arról van-e információ, hogy Nyíregyházán mikor ünnepelhetik meg a szurkolók a bajnoki címet és a feljutást? Én úgy tudom, hogy a Csákvár mérkőzés után lesz egy Boti Fiesta nevezetű városban a Kossuth téren bent egy ünneplés, ahova várunk mindenkit szeretettel, és lesz egy ilyen a Csákvár mérkőzés után este egy ilyen buli igazából a játékosokkal, meg a szurkolókkal közösen. Ha minden igaz, ez május 19 vasárnap. Így van, ez május 19-e vasárnap, és várunk mindenkit szeretettel oda. A hatodik helyen zárta a bajnokságot az NB1B piros csoportjában a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A csapat teljesítményét a vezetőedzővel és a klub ügyvezetőjével értékeltük. Egyértelmű volt, hogy mikor elkezdtek a problémák, és a klub reagál, és ez a cserélet, akkor elkezdett egy periódus, ami edzőként ez a legnehezebb. Orvosolni kell a pillanatnyi problémák, nézni a jövőben, mi lehet csinálni, hogy lehet csinálni. Ez hozza azt a dolog, hogy nagyon sok munkával kell elérni valamit, ami hozza ezt a klubot ott, ahol mindig is volt. Felső minőségi magyar klubok között. Nagyon sokat dolgoztunk, megbeszéltünk a játékossal, ők vette a lapot, és elkezdtünk keményen dolgozni. Ez jelenti nagyon sok erővel és energiával
elértünk a rájátszás, és ezt a fáradtságot most éreztem, volt utolsó meccsek egy kicsikét. Elfáradtunk, de ezért nagyon sok energiát tettünk az, amikor kell. Szerintem ez eredmény, mint eredmény, ez jó. De a legfontosabb dolog, hogy a út közben nem csak erről gondolkoztunk, hanem az egész klub építkezés jövőre nézve. És ez szerintem a legnagyobb eredmény, amit lehet hozni ebből a szezon. Tegyük hozzá, hogy a bajnokság végére legalább egyszer minden ellenfelét legyőzte a Nyíregyháza. Ez azért szintén a pozitívumok közé sorolható, gondolom. A szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikopni fogunk. És ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk és mindenkit megvertek, akkor kaptunk egy olyan indulat, magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt a harmadik, most mögöttünk van. TF volt a hatodik, akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberény, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor mi elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk marad. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Malcot megvertünk, Malcot, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszélyes, és így kell tovább is csinálni. Jövőre, ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosok, aki rutinosok, aki sem rutinosok, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatból, és egész klub úgy kell figyelni, hogy óvoda kosárlabdától, felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz. Sok minden jelzőt lehetne használni a szezonra, amely most ért véget, és a hatodik helyen zárt a csapat. Mondjuk azt, hogy változatos volt. Összességében hogyan értékeled az elmúlt hónapokat? Igen, összességében ugye a 2024-es évet szeretném most értékelni, a 23-as évről már többször beszéltünk. Ugye a 23-as decemberi időszakban a csapat az NB1B piros csoportjának az utolsó helyén volt, amikor is egy légiós cserével, illetve Merim Mekmedovics szakmai igazgatóból vezetőedzővé válásával egy olyan útra indult a csapat, aminek a mostani hatodik hely az eredménye. Hogyha próbálom ezt a pár hónapot visszanézve értékelni, akkor azt látom, hogy csak pozitívokról tudok beszámolni, hiszen egy hajszálon múlt, miután bejutottunk a legjobb 10-be, majd a legjobb 8-ba, utána már a MAFC ellen egy igazi kiki mérkőzésen dőlt el a sorsunk, hogy esetleg 4-be jutunk-e. Ezt ha valaki nekem decemberben mondja, akkor nyilvánvalóan nem hiszek neki, hiszen az utolsó helyről sikerült felkapaszkodni. Majd ott a Vasassal ugye már az 5.-6. helyért dőlt el, hogy fogunk-e játszani. Őket sikerült kiejteni, a BKG ellen viszont összességében alul maradtunk, de még egyszer mondom, ha az összképet nézem, akkor a hatodik hely ilyen előzmények után abszolút pozitívunként értékelhető. De gyakorlatilag új csapat épült új edzővel, menet közben volt egy edzőváltás, így visszatekintve milyen játékosokat, milyen karaktereket sikerült választani, mennyire volt ez a társasági csapat a pályán kívül is? Nagyon nehéz volt ugye az eleje, pont azért, mert nagyon sok új játékos érkezett, zömében fiatalok, zömében olyanok, akik még ilyen teher, ilyen tét alatt nem játszottak, és ugye hogy az elején jöttek a vereségek, ezek a tét dolgok még nehezebbeké váltak, és még nagyobb görcsöt okozott a játékosokban. Természetesen kellett ahhoz, hogy Merim utána egy higgadt fejjel össze tudja szedni a brigádot, és azok a játékosok, akiket idehoztunk az idejében, már a szezon második felében bizonyították, hogy miért kerültek ide, és ezért is a legtöbbjükkel már szerződést kötöttünk a következő szezonra, és próbáljuk ezt a magot itt tartva jövőre nagyobb tervekkel nekivágni a következő évnek. Említetted, hogy több játékossal már van élő szerződés, lesz változása a szakmai stábban? Alapvetően a játékosokkal kapcsolatosan arról tudok beszámolni, hogy már 6 játékossal aláírt szerződéssel rendelkezünk a következő évre. Természetesen lesz olyan, aki távozik, esetleg abba hagyja a kosárlabdát, vagy nem ilyen szinten folytatja tovább, de a 6 alapembert, köztük fiatalokat is itt tudtunk tartani. Mellette már 2 érkezővel is aláírt szerződésünk van, akik a fiatal szabályban fognak nekünk tudni segíteni, úgyhogy 3-4 ember van az, akit keresünk. A
szakmai stábra kitérve, mert Mekmedovics egy ilyen szezon után azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy tovább viszi a gárdát vezetőedzői szinten, viszont szeretnénk az ő munkáját segíteni, és még egy plusz embert berakni a felnőtt stábba, illetve az utánpótlásnak a felső vonalát is úgy megerősíteni, hogy az ő koncepció alapján tudjon működni mostantól a klub, hiszen mi nem egy csapatban, egy felnőtt csapatban gondolkozunk, hanem generálisan a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda szakágában, amiben ugye Merin mint szakmai igazgató jelentős szerepet vállal, úgyhogy az ő szakmai koncepciója és vezetése alapján fogunk együtt dolgozni a fiatalokkal a felnőtt csapat keretében. Sokan azt mondják, hogy az NB1B piros csoportja az igazi magyar bajnokság, hiszen itt csak egy légió szerepelt, és azért vannak olyan városok, ahol óriási múltja van a kosárlabdának. Mit tapasztaltál? Lehet-e látni fejlődést az elmúlt évekhez képest? Gondolok itt a infrastruktúrára, játékos anyagerősségére, gazdasági helyzetre. Azt gondolom, hogy ebből a 14 csapatból 10-11 az már profi státuszú csapatnak mondható. Nyilván az alján ott félprofi vagy amatőr státuszú csapatok vannak, de mindig van 5-6 olyan csapat, aki ha nem is a feljutásért, de az első 1-2-3 helyért küzd. Idén pont egy olyan bajnokságban voltunk, ahol két csapat deklaráltan kijelentette a Pécs, illetve a MAPC, hogy ő föl is akar jutni. Nekünk nyilván ez az elén célunk sem volt. A következő évben meg kell nézni azt, hogy ki lesz a kieső, ki lesz a feljutó, és tudunk olyan terveket szőni az igazolások kapcsán, hogy esetleg már a feljutást fogjuk megcélozni. Nekem ez a célom, és én ügyvezetőként ezen dolgozok, de hát még tart a szezon, úgyhogy erről bővebben a további hetekben tudok majd beszámolni. 6 gólos vereséget szenvedett hazai pályán a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttes a Salgótarján fogadta, és a vendégek 32-26-ra megnyerték a mérkőzést. A második helyen álló Salgótarján szerezte az első gólt, és mint később kiderült, a nyírbátoriak végig csak futottak az eredmény után. 4-4-nél még egyenlő volt az állás, negyed óra elteltével 4-30 perc játék után pedig már 8 góllal vezettek a vendégek. A második félidőre egy másik arcát mutató hazai csapat futott ki, így elkezdte ledolgozni hátrányát Tréki Tamás együttese. 2 gólra sikerült is felzárkózni a Bátornak, sőt többször is támadhatott az egy gólos különbségért a házigazda, de a Tarján újítani tudott, és végül 6 góllal megnyerte a mérkőzést. Az első félidőben elővettünk megint egy olyan elmúltalan kézilabdát, amit nem értek egyébként, hogy mi az oka, mert tényleg nincs a fiúkon úgymond semmilyen nyomás. Ugye egy tetemes hátrányba kerültünk, aztán a második félidőben szépen fokozatosan feljavuló védekezéssel, valamint kapus teljesítményen dolgoztuk a hátrányt. 2 gól is sikerült visszazárkózni, sőt ott volt 2 labdánk lehetőségünk, még hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést, de sajnos ott már a csapat azért látszott, hogy elfáradt, olyan egyéni hibák következtek, amit megbosszult az ellenfél, és végül is egy 6 gólos vereség lett a vége. Ennek a rájátszásnak az is az egyik célja, hogy minél több lehetőséget kapjanak a fiatalok. Most is voltak a pályán, mennyire vagy velük elégedett? Maximális úgy gondolom, hogy az Olika is, meg az István is szép gólokat lőtt, 7-es harcolt ki, bejátszást csinált, gyorsította a játékot. Ugye most a Beregi már nem volt, már ballagás miatt, de múlt héten viszont ő is szenzációs játszott. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a célt sikerült elérnünk, vagy sikerült teljesítenünk, hogy a fiatalokat tudjuk játszatni, ugye jó ellenfelek ellen, és úgy gondolom, hogy maximálisan meg is hálálják a bizalmat. Egy hét szünet következik a bajnokságon, pontosabban egy hét vége kimarad. Lesz még egy hazai mérkőzés a DVTK és egy idegenbeli a Gödöllő ellen. Mire lehet jó ez a két meccs, meg mennyire lehet motiválni így a bajnokság vége felé már a játékosokat? Én úgy gondolom, a kis sporttól azt motiválni sem kell. Nyilván szeretnénk győzelmet aratni. Azért rá is, hogy nézve erre inkább Gödöllőn van esélyünk, hogy Józsér ugye a Salgótáron egyetemben kiemelkedik ebből a csoportból, de nincs lehetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a srácok hoznak egy olyan hőfokú mérkőzést, amivel tényleg apait, anyait beleadnak, akkor lehet pontokat szerezni, de azt mindenféleképpen szeretnénk elkerülni, hogy pont nélkül zárjuk a felsőházat, amely ide kerültünk, úgyhogy az a maximális cél, hogy minimum egy győzelmet tudjunk aratni még ebben az idényben. Nagyon jól kezdte a Salgótarján a meccset, szünetben úgy tűnt, hogy egy nagy különbségű győzelmet arat, végül 6 gól lett közte, de volt olyan, amikor egy gólos különbséggel is támadott a Nyírbátor. Hogyan láttad a meccset? Részben kívülről az utolsó percekre álltál be. Igen, jól kezdtük a meccset, illetve az első pár percet azt gondolom nem kezdtük olyan jól, álmosan kezdtünk, de aztán egy egész jó ritmusban tudtunk játszani az első fél időben. Ennek volt köszönhető ez a nagyobb arányú különbség. De aztán ugye jött a második félidő, sajnos amitől tartottunk beleszürkültünk a meccsbe, azt hittük, hogy megnyertük a mérkőzést, és hát ez a legveszélyesebb.
Na meg persze Robi, felföldi Robi a kapuban azért megbabonázott minket eléggé, úgyhogy így szoros lett a meccs. Végül örülök, hogy magunk javára tudtuk, vagyis megtartani az előnyünket, meg növelni is tudtuk a végére, így örülünk a győzelemnek. A Felsőházi rájátszásban a második helyen áll a Salgótarján. Szezon előtt milyen célokkal vágtatok neki a bajnokságnak? Egyértelmű célunk volt a feljutás, ugye tavaly kiestünk az NB1-ből, vissza szerettünk volna jutni. Aztán sajnos közbejött ősszel otthon egy hazai nem várt vereség a Vác csapata ellen, és úgy néz ki, hogy ez könnyen meg lehet, hogy a bajnoki címbe is kerül. Még matematikai esélyünk van, de ahhoz már a DVTK-nak botlaniak ellene, nekünk meg megnyerni a két meccset, hogy mi legyünk a feljutók. Milyen helyet foglal a férfi kézilabda Salgótarjában a sportágak között? Vezető helyet, azt gondolom, labdajátékokban. Kosárlabda csapat van még, hát labdarúgás MB3-ban van most, reméljük nem esnek ki, mert ingáznak MB3 megye egy között. Talán a kézilabda viszonylag jó szinten van, azt gondolom. Két ellentétes félidőt láthatunk, az elsőben nagyon sok gólt kaptatok, ellépett 8 góllal a Salgótarján, a másodikban sikerült visszajönni 2-re, sőt volt több lehetőség az egy gólos különbségért támadni, támadtatok is. Te hogyan láttad a pályán belülről, hogy életed meg ezt a meccset? Az első félidőben nem sokat játszottam, ott a belső hármas és a szélső védekezés az nem úgy működött, ahogy terveztük. Hiányzott a lendület egy picit a játékból, de a második félidőben hál' Istennek a csapat összekapta magát, sajnálom, hogy a végén ilyen sok lett közte, de hál' Isten legalább egy szorosabb mérkőzést sikerült kihoznunk. Egyre több lehetőséget, egyre több szerepet kapsz, jönnek a gólok is, hogy érzed magad a pályán, megvan a bizalom a társadalom felé, és az önbizalom nálad. Megvan az önbizalom pedig most nemrég jött meg, hál' Istennek nagyon sok lehetőséget kapok, mindenki támogat abban, hogy azért én is egyre jobban és jobban játszak, és az edzőtől is hál' Istennek egyre több játékidőt kapok. Te mit vársz a hátralévő két meccsről, ugye egy idegenbeli és egy hazai, pontosabban egy hazai és egy idegenbeli meccsről van szó? Az utolsó mérkőzésnél van a legtöbb esélyünk, de a következő mérkőzés a bajnok aspiráns DVTK ellen is szerintem van esélyünk. Oda kell rakni mind a két meccsen teljesen magunkat, és még egy kis pár pontot behúzni a lehetséges. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Gödöllő 30-33, Hajdúnánás DVTK 25-37 és Vác Hajdúszoboszló 31-31. A tabella élén a 22 pontos DVTK áll, megelőzve a 20 pontos Salgótarjánt. A 3 ponttal 8. Nyírbátor jövő szombaton a DVTK ellen játssza utolsó hazai mérkőzését. 22 klub adta be amatőr licenszkérelmét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei első osztályi labdarúgóbajnokság 2024-25-ös idényére. Közülük 21-et pozitívan bírált el az MLS vármegyei igazgatósága. Április 10-e volt a határidő, amelyek az amatőr licenszet be lehetett adni, majd pedig ugye különböző hiányokat április 25-ig lehet pótolni. A megyénkbe 22 sportegyesület adta be a megyei első osztályra szóló amatőr licenszkérelmet, és végül 21 sportegyesület tudta a kívánalmakat teljesíteni. Sajnos egy licenszkérelmet el kellett utasítanunk, hiszen többszöri határidőre se tudták a hiányokat pótolni. Ez azt jelenti, hogy 21 olyan sportegyesületünk van, aki a 2024-25-ös szezonban indulhat a vármegyei első osztályban. Természetesen terveink szerint az is, hogy a maximum 16 csapatos lesz a vármegyei első osztály, és ez ebből a 21 egyesületből fog majd kikerülni. Lehet-e feljutó csapat minden másodosztályi csoportból? Érdekes volt ugye a licenszkérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licenszet, sőt, ugye volt 4 olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Kálósemjén és az Újfehértó, aki MB3-ra is beadta a licenszét, tehát amennyiben úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a 4 egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az MB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye másodosztályú klub is beadta a licenszet, viszont a Pannonia ZRT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia ZRT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első 3-3 helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licenszet.
Egyébként milyen feltételeknek kell megfelelni a csapatoknak ahhoz, hogy megkapják a licencet? Három fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül. Egy óra alatt meg lehet ezt az amatőr licenc füleket kitölteni. Van egy gazdasági fül, egy körülbelüli gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni. Be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket, a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni. Egy bajnokság már befejeződött, a Vármegyei Igazgatóság által koordinált NB3-as futsal bajnokság. Milyen eredménye, milyen tapasztalatokkal? Az első évtől kezdve a futsal regionális északkeleti csoportot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság koordinálja. Most 8 egyesület vett részt, mind a három északkeleti megye képviselte magát, tehát volt Borsod-Abaúj, Zemplémi, Hajdú-Bihari és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat is. Szerencsére most minimális mérkőzések maradtak el, nem is volt visszalépő egyesület, rég volt már ilyen, és rendben zajlott a bajnokság, a Csenger futsal-Bereg vidék együttese magasan megnyerte ezt a pontvadászatot a Parasztnya, illetve a Demecseri Kinizsi előtt. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.